Sziasztok! Idén utoljára köszöntöm a kedves nézőket. Én Tikvicki Dóra vagyok, az Egyetem TV frissen kinevezett főszerkesztője. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy minél több és minél színvonalasabb műsor kerüljön terítékre. Ennek pedig az utolsó momentuma, a szilveszteri kis különkiadásunk, amiben megmutatjuk nektek a kedvenc bakiainkat, illetve bevezetünk titeket az Egyetem TV szürke hétköznapjaiba. Tartsatok velünk! Sziasztok, én Hegyi Balázs vagyok! Sziasztok, én Demeter Dominik, ez pedig a Cool Dozer, a heti kritika adagotok. Balázs, szokásunk úgy kezdeni a műsort, mivel? Elbasztam. A mai vendégem Balázs Dávid, aki már 9 éve... jó, mindjárt. Zavarban vagyok a Mikulástól. Boldog új évet kívánok minden meccéspontot néző és meccéspontot nem néző, demokratának és nem demokratának is, de legfőképpen nektek, akik eljöttetek ma az idei első adásra. Kovács György a Mi Hazánktól, Simon Fiala Donát a Jobbiktól, és Körmendi Zoltán a Mi Hazánktól. A Momentumtól, bocsánat! Körmendi Zoltán a Momentumtól. Ezt vegyük újra? Vegyük újra! Vegyük újra! Jaj, ennyire béna sosem. Jó volt, kész! Sziasztok! Még mindig a Szabadon Fesztiválról köszöntöm az Egyetem TV nézőit, és itt van mellettem az Anna and the Barbies énekesnője, Pásztor Anna, és a dobos... Balassi Ádám! Üdvözlet mindenkinek a Meccéspont eheti adásában. Az előző adásban Gyurcsány Ferenc évértékelőjével fejeztük be, most viszont Orbán Viktor évértékelőjével fogjuk kezdeni, de mielőtt rátérnénk a hét attrakciójára, szeretném bemutatni az adás szereplőit. Korsi Viktor. Nyilván úgy kezdjük újra. Sziasztok, én Demeter Dominik, ez pedig a Cool Dozer, a heti kritika adagotok. Wow! Jó. Akkor egy felest kérek, és azt lehúzom. Valamint azt még el kell, hogy mondjam, hogy a szerkesztők között is a legtöbb most... Belebonyolódtam. Ja, érződik, hogy izgulok, ugye? Jó, próbáljuk meg. Max, még felveszük ötször, ráírsz, ugye? Jaj, ez megint becsúszott. Üdvözlöm a kedves nézőket! A Somogyi Könyvtár helyismereti gyűjtemény nyen időt ut... Hát komolyan most teljesen belekavarodtam, pedig elsőre olyan szépen elmondtam. Jó, bocsánat. Vendégem pedig dr. Szabó Éva, pszichológus, és az STE pszichológiai... Majdnem. Mikor pengetted meg életedben legelőször a... Mint ahogy egy lény. Ucsi. Ja, jó volt. Miről volt benne? Már nem emlékszem. Először is, hogy most bontogatjuk az adventi kalendáriumnak az utolsó napjait. Vagy ezt rosszul mondtam, lapjai, hogy mit bontogatunk. Utolsó kis csoki kockáit. Ablakos. Először is ugye most bontogatjuk az adventi kalendáriumnak az utolsó ablakjait. Honnan is eredt el ez az egész adventi kalendáriumokkal? Jó, komolyság. Komoly adventi kalendáriumos kérdés. Üdvözlöm a kedves nézőket! A Szegedi Kortárs Balett is részt vegy... Igen. Köszönjük szépen, hogy általad választ kaphattunk erre a kérdésre. Sziasztok, én Hegyi Balázs vagyok. Én pedig Demeter... Bazd meg! Na még egyszer! A kezdeti könnyedebb téma után most kicsit komolyabb vizekre evezünk, hiszen a karantén helyzet okozta depresszióról. Itt teszünk egy darabig. A kezdeti könnyedebb... Na jó. Hát tudom, hogy mit akartam mondani.
és ki. Nem rajtad veled. Jó, akkor jó. Na, mehet? Megy. Jó. Épp most töltöttem fel egy képet a Facebookra. Mondhatom, hogy Facebook, szabad ezt mondani? Nem, nem, a netre. Jó, bocsi, oké, még egyszer. Hát láthatjátok, hogy nálunk sem megy minden zökkenőmentesen. Minden esetre szeretném megköszönni minden egyes munkatársunknak a sok-sok befektetett energiát és a rugalmasságot, illetve a vendégeknek is szeretném megköszönni azt, hogy elfogadták a meghívásunkat és megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Emellett pedig természetesen a nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak a műsorainkban. Ne felejtjétek, számítunk rátok a jövőben is, és kommenteljetek, hogyha bármilyen megjegyzésetek van. Végül pedig szeretnék kellemes, sikeres és Egyetem TV-ben gazdag 2021-es évet kívánni. Sziasztok!